Közel 500 millió forintból újul meg és bővül ki a Juhász Gyula Református Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola egy elnyert EFOPOS pályázatnak köszönhetően, amelyet még 2016-ban adott be a fenntartó, a Belvárosi Református Egyházközség. A beruházás során az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a mindennapos testnevelés biztosítása a jövőben még jobb körülmények között valósulhasson meg. A korábbi tornatermünk, ami jelen tavaszig állt, annak kapacitása nem volt elegendő ahhoz, hogy a testnevelés órákat, illetve az önvédelmi órákat maradéktalanul és jó körülmények között el tudjuk látni. Az új tornaterem, ami sokkal nagyobb lesz, szinte már sportcsarnoknak is nevezhetném, alkalmas lesz arra, hogy párhuzamosan akár több osztály is egyszerre testnevelés és önvédelmi órákat tudjon rendezni és szervezni, illetve bővítésre kerülnek majd nyilván azok a sporteszközök, kellékek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindenkinek legyen megfelelő felszerelése. Hozzátette, az 50 éves salakospálya korszerűsítésére is nagy szükség van, hiszen egyre többen szeretnének testnevelésből érettségizni, itt pedig az atlétika is a kötelező feladatok közé tartozik. Kovács Tibor igazgató rávilágított, egy olyan egység is megépítésre kerül, ami a térségben kuriózumnak számít. Egy lézeres lőteret fogunk kialakítani a rendvédelmi tanulóinknak, a lövészeti alapismeretek elsajátítása, a lövészet gyakorlása tantervileg kötelező tananyag, és egy biztonságos, fedett, lézeres lőtér majd segíti az ő fejlődésüket. Mint mondta, nem csak a sportra fókuszálnak. Megvalósul egy modern fizikai, kémiai, valamint egy biológiai szaktanterem. Kialakítanak egy jól felszerelt nyelvi labort, de a tanári szobákat is bővíteni fogják, így az ott zajló munka is kényelmesebbé válik. Az igazgató hozzátette, reményeik szerint 2022. szeptemberében a tanulók már a teljesen újjászületett épületben kezdhetik meg a tanévet.